das Land, wo meine Wiege stand. Német tájszoba nyílt Páriban, ahol az Edelweiss asszonykórus német énekeket adott elő az összegyűlt érdeklődőknek. A község német nemzetiségi önkormányzatának elnöke elmondta, hogy a hosszú évek alatt gyarapodó gyűjteménynek ez már a negyedik, és remélhetőleg utolsó állandó helye. Volt régen-régen több évtizeddel ezelőtt egy teljes tájházunk, ahonnan ki kellett költöznünk, és azután ez a gyűjtemény gyakorlatilag szobáról szobára vándorolt. Hát most az a reményünk, hogy ez már így a végleges helye lesz a gyűjteménynek, amit folyamatosan tudunk esztelni és gyarapítani. Az ingatlan nem a miénk, tehát gyakorlatilag béreljük csak ezt a helységet egyelőre, viszont a felújítás az már teljesen a mi büdzsénkből ment. A tájszoba felújítására a Bethlen Gábor alapkezelő pályázati lehetőségét használták ki az önkormányzatban, amelyen 1 millió forintot nyertek, és ezt egészítették ki saját költségvetésből további 1 millió 200 ezer forinttal. A felújítás következő célja a vizesből kialakítása lesz. Az ünnepélyes keretek között átadott tájszoba berendezésekor figyeltek arra, hogy tükrözze őseik idejét, hangsúlyozta a Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke. Ahogy a régi szobák annak idején be voltak rendezve, ahogy az ágyak be voltak vetve, ahogy a kisbabát a bölcsőbe ringatták régen, és ahogy a szekrények álltak, ahogy a bútordarabok elhelyezkedtek, az most mind látható, és nagyon sok tutyi is előkerült, ami igazából a asszony népségnek, a hölgyeknek, nőknek a kézügyességét tükrözte. A későbbiekben a többi helységet is szeretnék felújítani, így a gyűjtemény minden darabja méltó helyre található majd Páriban.